ott a Dedési várban volt olyan alagút a török világ idejébe, hogy Dédistepolcájnak megyünk, a szemecikő most már nincsen ott, mert olyan meccség volt, hogy akik a talpőre jöttek, kétségbe estek, hogy rájúzsulnak a nagykégyre az országúgy alatt. Bementek a patakport, nem mertek másképp közlekedni, és ott jöttek ki a magyarok, amikor a törökök megostromolták a Dédési várat, és akkor ott jöttek ki az alagút alatt, végig itt az országútra, a várat mi félrobbantották, mindott maradtak a törökök benne. És hát is azért higgy a szelecikőnek, hogy ott is a kapitánynak a lányát, az egyik csak egyszerű kis alacsony rangú tiszt még szerette, és akkor nem adta hozzá a kapitány, a szeleci kapitány, mind a kettő leugrott erre a nagy szikláról, mind a kettő szörnyet volt a lány is, még a fűs, de az igaz történet, az benne van, én a Miskolcról még kikértem még a zirattárból is. És az valóban így van. Hadd kérdezzem meg, hogy még egyszer ezt a Dédési várat, mert nem volt jó a hang. Ne, elnézést. A Dédési várból úgy tudta ki, minek mindenki idején, mikor a törökök is ostromolták a várat, hogy a Dédési várból volt kútból le volt ásva egy alagút azon keresztül, és olyan alagút volt, hogy egészen ki az országútig Dédistepolcsány felé kivezetett az alagút, viszont azt a törökök nem tudták, hogy ki minek vitek mind a magyarok, és amikor mind kimenekült, Daragútba kiértek az országútra, innen félrobbantották a várat, és mind ott maradt az összes török sereg, mind elpusztult benni. De mai napig, még az a várkul is, még a mai napig, mert még a lányom mindig eljött ide gyerekekkel, onnan gyarmatra elhoztak, hogy minden évben a Bánbölgyébe táborozni, és akkor velük mindig kimentem én is, mert hát a gyerekkorunkban mindig mentünk, minden nap a várat, azóta nem voltam, azóta kimegyek minden évben a jányomékkal megnézni a várkútot, mert még mindig vannak a várfalak is, még mindig van.